Mindig ugyanazok az arcok néznek vissza rád a helyi önkormányzati újságból. A csapból is az egyik párt jelöltje folyik. Úgy érzed, mintha a választások előtt nem is lenne igazán választásod. Nézd minket az október 13-ai önkormányzati választásokig, hogy megtudd, mit tehetsz te azért, hogy mindannyian jobb városokban és falvakban élhessünk. Én Faragó Renáta vagyok, ez pedig a Választasz vlog sorozata, mert jogod van hozzá. Tudod, mi a helyi újságotok címe? Ha nagyobb településen laksz, az önkormányzatod biztosan megjelentet ilyen lapot, de sok városban tévéadó is van. Ezek rendszerint önkormányzati költségvetésből működnek, ami azt jelenti, hogy együtt szépen összedobjuk a pénzt azért, hogy legyenek olyan felületek, ahonnan hallhatunk a település dolgairól. A probléma ott kezdődik, ha ez a tájékoztatás nem pártatlan. Ez mindig felháborító, de kampányidőszakban egyenesen jogsértő is. Kinyitottam az újságot, és azzal szembesültem, igaz, még ki se kellett nyitni a címlapon már, hogy a jelenlegi országgyűlési képviselő szerepel a címlapján, és ahogy lapoztam tovább, azt tapasztaltam, hogy mindenhol ő szerepel, tehát, hogy kb. 5 oldalon szerepelt fotóval, 2 oldalas interjú készült vele, hogy az elmúlt 4 évben milyen tevékenységet folytatott, és nézegettem, hogy hát, ha a többiek is megjelennek. De hát erre nem került sor, és hát, hogy is mondjam, finoman és szépen, egy kicsit elszállt az agyam, és akkor rögtön úgy döntöttem, hogy valamit megpróbálok lépni, és számon kérem azokat, akik ezért a felelősek lehetnek, az újság szerkesztőjét, a gyáli polgármestert gondoltam, ne legyen titok, úgyhogy bevettem az országgyűlési képviselőt is, aki szerepelt számtalanszor az újságban, és mindenkit, akit az újságon belül megtaláltam, mint forrás. Igazából én azt tartottam méltánytalannak, hogy ha már nem jelentettek meg egy külön számot, amiben mindenkinek egyforma helyet biztosítanak, aki jelöltként szerepelne a körzetben, akkor mindenképpen vizsgálják ki, hogy ítélik ezt meg. Majd 9. hó 7-én, az első levelem 3. hó 22-én ment el, tehát szeptember 7-én megint írtam valamennyi korábbi címzetnek, hogy esetleg, ha választ kapnék, ez az ő álláspontjuk, hogy az teljesen természetes dolog, hogy egy országgyűlési képviselő beszámol a 4 év munkájáról, az eredményeiről, hogy mi történt ez alatt az idő alatt, és hát a többi jelölt is kapott volna teret, ha jelentkeztek volna, de hát nem jelentkeztek, így aztán ez maradt. Később írtam nekik, hogy hát a válaszuk felháborít, köszönöm szépen, felháborít és elfogadhatatlannak tartom. Egy másik pártnak a helyi önkormányzati képviselője, aki a jogi útra lépett, tehát ő konkrétan a választási irodánál panaszt tett. Áprilisban megjelent, hogy valóban megsértette az újság a kiegyensúlyozott tájékoztatás kötelezettségét. Ha jogsértő kampányolást látsz a helyi médiában, az ellen érdemes rögtön kifogással élned. A legegyszerűbb, ha levelet írsz a helyi választási bizottságnak. Ráadásul ezt nagyon könnyen megteheted, ha letöltöd a mintalevelet a TASZ honlapjáról. A jogsértés ellen tényleg érdemes kifogást emelned. Csak így tudod rákényszeríteni az önkormányzati sajtót a kiegyenlített tájékoztatásra. De akár te magad is tehetsz a sokszínű médiáért. Hát a dolog ott kezdődött, hogy a tavalyi márciusi választások előtti gyáli mi újságban az országgyűlési képviselő úrról egy 6 oldalas anyag jelent meg. Itt például időseket köszönt, a sportolóval fényképezkedik, átad díjat, köszönti az elment, nyugdíjba ment embereket, itt megint időseket köszönt, itt a nővédőnöket köszönti. Teljesen egyoldalú és tűrhetetlen, de ez így megy most már lassan. Talán a rendszerváltás óta minden választásnak úgy megyünk neki, hogy az embereknek fogalmuk nincs itt Gyálon, hogy milyen alternatívák, lehetőségek vannak. Megcsináltam ezt a közmeghallgatásra, ami novemberben volt, ezt a gyáli pellengért, a közmeghallgatásra minden képviselőnek. Ami a gyáli mi újságból kimaradt.
Ami a Gyáli... címen. Igen. És ezeket a cikkeket te írtad akkor. Én. És ezekben a cikkekben általában reagálsz arra, hogy mi az, ami a Gyáli Mi Újság egyes számaiban megjelent? Igen. Hogy meg a tájékoztatásnak a minősége, ugye, hogy megjelenteti, mint például ez a cikk, hogy 18 ezer forinttal fog az embereknek a nyugdíja emelkedni, ami nem igaz. Tehát 18 ezer forinttal fog annak emelkedni, akinek, mit tudom én, 80 vagy 90 ezer forintot meghaladja a nyugdíja. És azt is viccesnek tartom, hogy az embernek a saját pénzén kell tájékoztatnia a saját környezetét. Elvárná az ember, hogy azért van a helyi újság közpénzen fenntartva. Tehát egyszerűen többet érdemelnék, bennünket lopnak meg, én úgy érzem. Valamilyen szinten azt kellene elérni, hogy az a lap, amit a város pénzén fenntartanak, az adjon teret minden oldalnak. Tehát ne legyen egy ilyen egyoldalú, kockára vágott tájékoztatás, mert egész egyszerűen dühítő. A választási időszak mindig kemény menet, és némelyik szereplő hajlamos rugalmasan kezelni a szabályokat. Lehet, hogy neked is veszélyben vannak a személyes adataid? A következő részben kiderül.